Magabiztosan, a játékot uralva kezdte a mérkőzést a PMFC. Az elmúlt két fordulóban elszenvedett vereségek után mindenképpen nyernie kellett a hazai csapatnak, hogy tartani tudják a lépést az élbojjal. A Mórahalom 9 percig bírta a hazai nyomást, amikor is Károly Bálint a bal oldalról középre húzva Bodorhoz gurított, a kitakarásból a jobb hosszúba lőtte a labdát. Alig 20 perc múlva egy újabb gól érkezett szinte a semmiből. Turi Tamás szabad rúgásába Fellai ért bele kiválóan, és Halász hiába nyújtózkodott, a labda lágyan a bal alsóba hullott. Innentől kezdve nyugodtan és sorra alakította ki a helyzeteit a PMFC, az ünnepi hétvégi meccsen a hangulat is ünnepivé vált, nem csak a játékosok teljesítményének köszönhetően, a szurkolók is készültek koreográfiával. Molinójukra azt írták ki, hogy a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Ezt tudomásul véve, félelem nélkül, alig fél perccel később Károly Bálint közelről vágta a labdát a kapuba. Vendégek vezetőedzője Sasa Vojnić-Zselic 6 évvel ezelőtt a Kozár Michelin játékosaként járt már a PMFC stadionban, és akkor sem távozhatott kedves emlékekkel. Most így értékelte az összecsapást. Tudtunk, hogy nehéz lesz, de nem gondoltunk, hogy ilyen sima lesz. Azt az első két gólt kaptunk olyan, hát helyzet nélkül mondom, hogy helyzet nélkül volt, de utána már sima volt meccs. Nekünk nincs miért sajnálni, mert nagyon gyenge játékot mutattunk, úgyhogy nem volt eredmény 3-2 vagy 2-1, hogy most bírunk sajnálni valamit. Itt nem bírunk semmit sajnálni. Pécs, ez a meccsen, nem tudom, de ez a meccsen egy nagyon jó csapat volt. Valóban megérdemelték a dicséretet a fiúk, hiszen a második félidőre se vettek vissza a lendületből, folytatták a gólgyártást. Az 55. percben Kónya Dávid harcolt ki büntetőt, amit Koller értékesített. Végre egy olyan hozzáállású, felfogású csapat volt ma a pályán. Nagyon harcosak voltak a gyerekek, erőszakosak voltak. Azért szép gólok is voltak, tehát úgy gondolom, hogy 5-0, tehát az embernek semmi oka nincs az elégedetlenségre. De hát a hibákat a tettő függetlenül látjuk, és hát ahhoz, hogy a jobb csapatok ellen tudjunk végre sikereket elérni, ahhoz ezeket ki kell még javítani. Nagyon sok pozitív tapasztalata is volt a mérkőzésnek, például, hogy van olyan utánpótlása a csapatnak, akikre lehet számítani. Bata Kristóf például a videóton elleni kupa mérkőzésen mutatkozott be, és most csereként szállt játékba, méghozzá nagyon jól. Alig néhány perce volt a pályán, amikor majdnem gólt szerzett, aztán nem sokkal később egy gólpasszt jegyzett a neve mellé. A 76. percben Bodornak készített elő remekül. Már régóta figyeltük, és nagyon csalók az ő fizikuma miatt. Ugye nagyon vékony gyerekről van szó, szóval ennek ellenére egy rendkívül jó értelembe vett számtelen kisgyerek, aki nagyon olyan nem tanítható dolgokkal van megáldva, ami miatt ide is vettük a felnőtt kerethez. Örülünk neki, hogy így szállt be. Kolpaszt adott, nagyon jó dolgai voltak, gondolom, hogy megint sikerül azért talán egy-egy olyan fiatal játékost megtalálni, akikre lehet majd a pécsi futballhoz hosszabb távon számolni. A PMFC-nek a hátralévő őszi fordulókban mondhatni gyöngébb, a tabellán alattuk helyet foglaló csapatokkal kell összemérni az erejüket. Szeretnénk ezeket a meccseket megnyerni és valamilyen szinten télig rátapadni az elejére, ahhoz, hogy reális esélyünk legyen tavaszra, hogy egy megerősített kerettel mert szeretnénk igazolni a télen kell is, esetleg bravúrt végrehajtva sikerüljön egy év alatt még egy osztályt ugrani, de ha nem, akkor viszont olyan építkezési fázisban a csapat, hogy a nyáron csak kevés embert kelljen ahhoz hozni, hogy a jövő nyárat úgy kezdjük el adott esetben, hogy fel kell jutni, meg fel akarunk jutni.